Tessék a Jézus Krisztus! Kedves testvérek, a szerzetes rendek történetében most még előbbre lépünk, és a piaristákról szeretnék szólni ez alkalommal. Kedves téma ez nekem, hiszen magam is piarista diák voltam, és mint tudjuk itt a városban is, 95 esztendőn át tanítottak a piaristák, 1765-től 1860-ig, és hát a megyénkben is, mind a polgári, mind a egyház megyénkben is kecskeméti piaristák jelentős szerepet játszottak. És azért is van neki egy időszerűsége, mert hát mint tudjuk itt a tanítással kapcsolatosan sok gond, probléma volt az utóbbi időkben, pedagógus tüntetések, meg hasonlók is voltak. Hát most arra a rendre terelem a figyelmet, amely kimondottan a tanítással foglalkozott, nagyon nehéz körülmények közepette is. Amely rendnek megalapítója Kalazanci Szent József volt, egy spanyol származású pap, aki 1557-ben született Spanyolországban, bizonyos Peralta de Sala nevű Peralta de Sala, tehát a só bányászó Peraltában, mert a Sala az annyit jelent, ott született 1557-ben. Akkoriban már kialakult a spanyol királyság az aragóniai és a kasztíliai részből. Lehetne azt mondani, hogy fénykora volt Spanyolországnak. Ennél fogva nem csak a gyarmatbirodalomban, hanem Európában is sokfele elmentek a spanyolok, és hát valamiféleképpen a birodalom nagyságát tovább terjesztették. Egy kovácsnak a fia volt, jó mestersége volt az apjának, hiszen akkoriban mind a lótartás, mind pedig a fegyverek készítése állandó munkát adott neki, és hát volt két fiú testvére, meg vagy három lány testvére. Ezt csak azért mondom, hogy amikor majd a fiú testvérei meghalnak, akkor kerül igazi választás elé. Mert Spanyolországban, de a régi középkori társadalomban is az volt általában a szokás, hogy az első fiú gyerek örökölte a vagyont. Akkor a másodiknak szereztek esetleg egy jó házasságot, a harmadik katonai papi pályára ment, és így tovább. Na most, hát az ő fiú testvérei egymás után meghaltak. Ő közben hát kisgyerekként iskolába került, és nagyon éles eszű gyerek volt, már akkor felfedezték, hogy szeret és tud tanulni, és ilyen kis szentnek nevezték, mert nagyon mélyen vallásos is volt. Egy alkalommal az apja műhelyében elvitt karddal fölmászott a fára, és azt mondta, hogy őt az ördögöt ki akarja írtani, mert ő harcban áll az ördöggel. És hát egyik iskolából a másikba küldték, alapos nyelvtani, grammatikai tanulmányokat végzett, és hát elhatározta fiatalon, hogy ő pap lesz. Elküldték először Valenciába, ott egy érdekes módon, hogy akkor úgy jártak az egyetemre, még a szemináriumi rendszer nem alakult ki, mert a szeminárium a tridenti zsinatnak volt a törvényhozás eredménye, hogy a papnövendékek szorosan kollégiumi életben bent laktak. De ők valami albérlőnél lakott, vagy albérletben lakott méghozzá egy ilyen rokonaféle asszonynál, aki hát megkörnyékezte őt, mert jóvágású fiatal ember volt, aztán ott hagyta. Aki még ráadásul távolról rokona is lehetett neki, mert azért is keresett ott albérletet. Úgy aztán elment egy másik egyetemre, és olyan 26 éves volt, amikor pappá szentelték,
és miután hát jó előmenetelű volt, ezért a püspök a titkárának fogadta, sőt később helynökévé. De hogy visszatérjek arra, amit a fiú testvéreivel kapcsolatban akartam mondani, hogy mikor meghalt a második fiú testvére is, akkor azt mondta neki az apja, hogy hát nem lehetsz pap, örökölnöd kell a vagyonomat, és hát tovább kell vinned az én nevemet. Kalazansz volt az apjának a neve. Innét van, hogy Kalazancius. Hát ő ilyen jó fiú gyerek volt, hát akarva, nem akarva, hát akkor apja akaratát teljesíti. De olyan nagy betegségbe esett, hogy már majdnem halálán volt. És ilyen isteni sugallatot kapott, hogy ő akkor fog meggyógyulni, hogyha visszatér a papi pályára. Mondta is az apjának, hogy én nem fogok meggyógyulni csak akkor, hogyha visszamegyek a papi pályára, Istennek ez az akarata. Így aztán az apja belenyugodott, és tényleg föl is gyógyult. Nagyon kiváló, hát ilyen titkár és helynök volt. A tridenti zsinat szellemében, a trident zsinat az sok-sok törvényt hozott, megrendszabályozta az egyházi életet, elkezdett vizitálni. Én a Balanyi Györgyféle hatalmas nagy kalazancius életrajzot olvastam még diákkoromban, volt vagy 3-400 oldal, emlékszem rá, de még most is a jó 50 év távlatából visszaemlékezem, hogy Kalazanci elment ilyen vidéki plébánosokhoz, azok oly tudatlanok voltak akkor, hogy a legalapvetőbb vallási igazságokat se tudták. Mert hát ugye az még a középkornak az az ideje volt, amikor a vidéki plébánosoknak külön iskoláztatása nem volt, ott tanultak a plébános mellett, és hogyha jónak tartotta a plébános, elvitte a püspököt és felszentelték. De nem így, akik egyetemre jártak, mert ott hatalmas nagy műveltséget szerezhettek, hát nagy doktorok tanítottak, mint ahogy erről már sok esetben szó volt. A püspökének kötelező volt, bevezették az ad limina, a pápai udvar meglátogatása az apostolok sírjánál. Zárójelben mondom, hogy jövőre megy a magyar katolikus püspöki kar, amikor be kell számolni az egyház megyéknek az életéről, kiadnak egy nagy kérdőívet, arra válaszolni kell, és így tovább. Hát akkor megtehette még a püspök, hogy nem ment személyesen, hanem elküldte Kalazancit, a helynökét. Ő szívesen ment, mert volt benne egy ilyen titkos vágy is, hogy ő ott római életet megismerve, ott is a nagy előmenetelre tesz szert, és amikor visszajön, akkor úgy, mint Rómát megjárt komoly embert, valami nagy stallumban, komoly vagyonban részesítik. Akkoriban voltak ilyenek, hogy megjárták Rómát, egy kis iskolát is végeztek még ott, és hazatérve, hát akkor úgy voltak, mint az egyház megye kiválóságai. Igen ám, hát ő járja ott szorgosan a hivatalokat, először egy spanyol papnál van, ott albérletben, illetve szálláson, de az is egy kicsit a rossz életű volt, ott hagyta, és a Colonna családhoz, az egy nagy hírű olasz família volt, bíborosok is voltak, ott lakott, annak fejében, hogy ott lakott, tanította a gyerekeket, hát mindenféle dologra, hiszen ő nagy műveltségű ember volt. De közben, mikor így járkált a Róma utcáin, hát a külső negyedékben felfedezte azt, hogy hát méretetlen nagy a szegénység, és igen sok az elhagyatott gyerek, akik, ha nem is kifejezetten árvák, de a családja kilökte őket, iskolában nem jártak, csintevéseken, bűnözésen jár az eszük, igazából még jól beszélni se tudnak, mert egymástól tanulják ezt a gagyi olasz nyelvet, amit akkor ők beszéltek. És hát végzi a zsolozsmát, és abban van a zsoltár, amelyik azt mondja, hogy rád bízom az árvát. És akkor neki ez szöget ütött a fejébe, hogy hát mi lehet ez? Hát az volt, hogy az Isten rábízta ezeket a elhagyatott csavargó gyerekeket. Mert akkor már Rómában volt iskoláztatás a nemesi gyerekeknek, de jó pénzé, és hát csak nagyon kevesek számára.
És akkor fölhagyott azzal a nagy karrierista vágya, hogy ő majd visszamegy kiváló nagy stallummal a spanyol területre, ott maradt végig Rómában. És akkor hát megkérdezte, hogy van olyan hely, ahol hát be lehetne fogadni gyerekeket. És akkor mondták, hogy a Tiberisen túl, a Transteverén, ott van a Szent Dorotea templom, annak van két kis szobácskája, hát oda befogadhatja a gyerekeket. De befogadtad, azok egyre többen jöttek. Egyre többen, és hát akkor ő már kezdett magának segítő társakat is választani, hát gyertek és tanítsátok ezeket a gyerekeket. Sőt, aztán egy nagyobb helyre, ott a Szent Pantaleon templom melletti palotába is sikerült jótevő útján eljutni. Egyébként mind a mai napig ott van a piaristáknak a központja, ott halt meg 1648-ban, 91 éves korában Kalazanci Szent József. Most, amikor ősszel kint voltam Rómába, én is mentem a Szent Pantaleon templomba, és hát ott miséztem, sőt, bementem a házba, ahol a szobája volt, most már nem először láttam, az egykori írószerszámai cipője ott van, és életében is szentnek tartották, úgyhogy a ajtófélfából ilyen kis szálkákat tépdestek le, ahol a utolsó évét, sőt, halálos ágyán a betegségét töltötte. Na, azt sikerült megszerezni, és ő elhatározta, hogy ingyenesen tanít, mert ezek a gyerekek nem tudnak fizetni. És ezért lett az ő iskola a kegyes iskola, mert ingyen tanította a gyerekeket, és hát egyre több ilyen ember gyűjtött maga köré, és elnevezte őket a kegyes iskolák Isten anyjáról nevezett szegény, szabályozott papjainak, és hát miután a kegyes, az latinul annyit jelent, hogy pius, sokkal többet fejez ki, ez egy kicsit ilyen ódon szó már magyarul, tehát azt jelenti, hogy mélyen hívő, mélyen vallásos, annyit jelent a pius, hát így hívják őket, hogy piaristák. És hát annyira közkedvelté váltak, hogy nagyon terjedtek Itáliában, sőt meg kell mondani, hogy a szent életében 1642-ben Észak-Magyarországon, a király Magyarországon is már megtelepedtek Podolinban, ahová Rákóczi Ferenc bemenekült, amikor a bécsi, hát ilyen fogságából kiszabadult, tartott Lengyelország felé, és ott a piaristáknál tudott megszállni. Sík Sándor egy szép drámában, aki szintén neves piarista volt, föl is dolgozta ezt a történetet. De nem volt elég tanerő, úgy, mint a mai időkben is, hogy komoly, elkötelezett, hogy is mondjam, hivatásának élő pedagógus kevés volt akkor is és most is. Mert mondjuk meg, aki arra vetemedik, hogy sztrájkoljon, annak nincs hivatás, az béres. Meg kell mondanunk. Ez a piaristáknál elképzelhetetlen lett volna, hogy vagy az egyháziskolákban valaki azt mondaná, hogy sztrájkol, én abban a pillanatban becsuknám azt az iskolát. Hivatásban nincsen sztrájk. Tárgyalni lehet, alkudozni lehet, de a munkát végezni kell. Na, a lényeg az, hogy fölvett olyan embereket, akik csak segítőtársak voltak. De nem voltak tanítók. De aztán, amikor hát már egy darabig ottan segédkeztek, akkor na hát adott nekik ilyen státust. Ezzel aztán hígult is a társaság, de a legnagyobb probléma az volt, hogy hát két olyan ember került a rendnek az élére, egy Cherubini, meg egy Szodzi nevű, akik halálos ellenségeivé lettek a rendalapítónak. És hát az inkvizíciónál feljelentették őt. Az inkvizíció eredetileg az eretnekségeket volt hivatva vizsgálni, annak volt egy egyházi és volt egy állami része. Az egyházi az mindig a tévtant figyelte, hát az állami az aztán sok mindent ugye, el tudott követni, erőszakoskodást is, hogyha valaki az útjába került. Na most hát így történt az meg, hogy az idős Kalazancit kitették a rendjéből, az inkvizíció megbűlincselve elvitte, és vallatták őt, és lefokozták a rendjét, amit korábban
Hát 1617-ben jóvá hagytak először kongregáció, tehát társaság volt, de később pedig hát a rendi fokozatot is megkapta, hiszen úgy éltek, mint a szerzetes rend tagjai, azzal a fogadalommal, hogy ők az ifjúságot fogják nevelni. Ugye 8. Kelemen pápa elfogadta őket. Igen ám, de mikor jöttek ezek az ellenfelek, akkor őt leváltották, besengedték az iskolába, az inkvizíció is hát rá odafigyelve félreállította, úgy hívják őt, hogy ő a keresztény jobb, mert nagyon sokat szenvedett amiatt, hogy hát az iskolájából, az által alapított rendből is kitették, és mindig azzal vigasztalta magát, hogy hát ő úgy van, mint a jobb, hogy Isten adta, Isten elvette, legyen áldott az Úr neve. Iskolái ugyanakkor már fejlődtek szépen tovább, és hát mi volt a jellegzetessége? Nem csak írás-olvasásra tanította meg a gyerekeket, hanem a természettudományokat is ő beiktatta, mert csinált egy ilyen tanrendet. Ez következett abból, hogy ő Galileivel jó barátságban volt. A Firenzében, hát szintén az inkvizíció előtt elé állított Galileit, a piaristák, hogy így mondjam, ott is barátságukba vették, és segítettek rajta, ő pedig személyes barátságban volt Galileivel. És hát, mint tudjuk, Galilei nagy természettudós volt, ennél fogva Kalazanci is bevezette az iskolájába a természettudomány. És egyébként ez végigkísérte a piarista rendet, mert óriási tudósokat is kiállított a piarista rend természettudomány vonalán, hát ha csak úgy a 20. század nagy piarista tudósára, egy Öveges Józsefre gondolunk, akit ugye a televízióban még sokan ismerhetnek, hát ő egy piarista tanár volt. Úgyhogy emlékezetes volt az, amikor a államegyházi hivatal a 60-as, 70-es években fogadott valami szovjet küldöttséget, és azt mondta a ottani ilyen kiküldött, hogy hát elvinnének engem egy egyházi iskolába. És ott mondták, hogy itt vannak a pesti piaristák, menjenek el. És akkor kérdezgette, hogy hát maguk hogy állnak a tudománya. Erre bevezették a szertárba, ott olyan dolgok voltak, ami az akadémiának megfelelő, ilyen kísérletező eszközök, és így tovább. És akkor mondták neki, hogy hát van egy rendtársunk, aki írja a tankönyveket a fizikából, sőt ő képzi a gimnáziumi tanárokat is. Hát teljesen összeomlott ennek a kommunista embernek a addig alkotott világképe, hogy hát ő nem ezt tudta, azt hitte, hogy a vallás az egyet jelent a népbutítással és a keresztény életforma. Egyébként az ő jelszava ez volt, hogy pietas et litteré, tehát mély vallásosság, a litteré pedig hát a tudományt, a bölcseletet jelentette és a komoly fölkészültséget. És hát ez meg is maradt az iskolájában. Tehát ezt a kettőt ő nagyon össze tudta kapcsolni, és a nevelést is a legfontosabbnak tartotta. A mai iskoláknak nagy gondja az, hogy mit csinálnak. Információ áradat van. Hát tanítani kell. De aztán kinevelje meg a gyerekeket. Tehát mindenki mutogat a másikra. A szülők az iskolára, az iskola a szülőkre. A végén ott vannak sok esetben nagyon neveletlen gyerekek. Érdemes elolvasni Kalazancius Szent Józsefnek a levelét, amit hát az ő rendtársainak írt. Eléggé tudja mindenki, hogy mennyire jelentős és elismerésre méltó szent tevékenység a gyermekek tanítása, kivált kép a szegényeké, hiszen ez az oktatás segítségével hozzá segíti őket örök üdvösség eléréséhez. Amikor ismereteket közlünk velünk,
vagy vallásosságra neveljük és hittanra oktatjuk őket, egyaránt gondolunk testi és lelki jólétükről. Így ugyanazt a szolgálatot teljesítjük irántuk, amit őrző angyalaik látnak el. Ezen felül igen nagy segítséget nyújtunk a serdülő ifjúságnak, mert nem csupán a rosszat tartjuk távol tőlük, hanem a jó cselekvésre is épp ebben a korban tudjuk legkönnyebben rábírni és fellelkesíteni őket, tekintet nélkül származásukra vagy anyagi helyzetükre. Megjegyzem, még zsidókat is befogadott az iskolájába, zsidó gyerekeket. Ez a segítség, amellyel, mint köztudomású, oly kedvezően tudjuk átalakítani a fiatalokat, hogy a nevelés befejeztével már fel sem lehet ismerni, milyenek is voltak a nevelés megkezdése előtt. Olyanok az ifjak, mint a facsemeték, könnyű a tetszésük szerint arrafelé fordítani lelküket, amerre akarjuk. Ám de ha engedjük, hogy elfásuljanak, jól tudjuk, milyen nehéz lesz már hajlítani őket, sőt néha teljesen lehetetlen is. Ha a gyermekeknek, főleg a szegényeknek kellő nevelést adunk, ez nem csak emberi méltóságukat gyarapítja, hanem az emberi és keresztény társadalomban is általános tetszést arat, mert nagyon örülnek majd egyrészt a szülők, hogy fiaikat így módon a helyes útra vezettük, másrészt az államok vezető is, mert derék alattvalókra és jó polgárokra tesznek szert, de leginkább az egyház, mert érettebben és eredményesebben iktatódnak be az ő sokágú életébe és tevékenységébe, mint Krisztus szerető hívei és az evangélium megvallói. Csak hogy sok szeretet, méretetlen türelem, s mindenek előtt mélységes alázatosság szükséges azokban, akik vállalják ezt a nagy gondosságot kívánó munkát. Így lesznek méltók arra, hogy Urunk, aki alázatos szívvel kérünk, az igazság alkalmas munkatársaivá tegye őket, megerősítse nemes tisztségük betöltésében, s végül majd mennyei jutalmával is gazdagítsa. Aszerint az ígéret szerint, hogy akik igazságra tanítottak sokakat, tündökölnek örökkön örökké, mint miként a csillagok. Ez pedig könnyebben elérik, ha örökös szolgálatra kötelezve magukat törekednek Krisztushoz ragaszkodni, és csak is az ő kedvében járni, hiszen ő mondta, amit a legkisebb testvéreim közül egyet is tettetek, velem tettétek. Tehát egy rövidke írás Kalazancius leveleiből, de abból meg lehet sejteni, hogy ő hogyan gondolta a nevelést, és hát az ő rendje, az teljes terjedelmében ráállt az oktatásra, nem csak az elemi, hanem a gimnáziumi osztályokban is. Még a kezdet kezdetén az egyik rendel, a Leorándi Szent János rendjével, amelyik pasztorációs szándékú volt, összekapcsolta az ő iskolás rendjét, de hamarosan szétváltak, mert rájött arra, hogy nem lehet olyan renddel kapcsolódni, amelyik nem kifejezetten a tanításra áll rá, hogyha egyszer az ifjúságra szentelték az életüket. Úgyhogy ezt el lehet mondani, mert még nekem is ilyen emlékeim és tapasztalatom volt, hogy teljesen paptanárok tanítottak, hát egyetlen így volt a tornatanár, de az is már olyan volt, hogy nyugodtan beálltott volna a rendbe, mert 30 évi szolgálat után teljesen ugyanúgy gondolkodott, mint az atyák. Viszont ott ők a kollégiumban is, a tanórákon is örökké a fiatalokkal voltak, ennél fogva sokkal nagyobb hatásfokú volt a személyiségüknek a varázsa, mint hogyha csak egy-egy órára láthattuk volna őket. Hát a címerükben benne van Szűz Mária monogramja, és Nagy Mária tisztelő volt, meg Szent Anna tisztelő, Kalazanci Szent József, és általában a rendtagok először így nevezték el magukat, hogy a Szűz Máriáról elnevezett József, vagy Szent Imréről elnevezett László, és a családi nevüket el is hagyták. Most is még ilyen neveket adnak nekik, de amikor hát hivatalosan
megnyilatkoznak, akkor nyilván, hogy a családi nevüket mondják, például Lukács László vagy Csík Sándor. Egyébként Csík Sándor volt az, aki a 20. századi piarista rendnek kiválósága volt, és hát egyetemi tanárig avanzsált föl, ott is nagy tanítványai voltak, akikre nagy hatást gyakorolt, de ő fogalmazta meg a magyar nyelvű himnuszát a piarista rendnek. Ugyanis van egy nemzetközi, hogy így mondjam, latin nyelvű, O pater parmulorum norma virtutum, ami hát magyarul így szól, hogy ó, kisdedeknek atya, erényeknek példája, parmulorum virtutum, déciri sinclentis flectoptutum, tekints le az égről, ránk, akik könyörgünk hozzád, acquidi prostratum tibi commendatum, juventutis agmenem, mert mindig latinul énekeltünk, tekints le az égről, halld meg a mi imádságunkat, és ajánlj bennünket Krisztusnak, mindannyiunkat, ez a latin nyelvű himnusz. Ezt együtt éneklik a piaristák, bármerre vannak a világon. De van egy magyar nyelvű is, ami így kezdődött, hogy szentje és atya kegyes iskoláknak, nagyra törekvő nemes ifjúságnak. Hitre, tudásra, szép életre, jóra példaadója, hogy a kalazanci Szent József erre adott példát, és ezzel gyakorlatilag összefoglalta a piarista tanítási célt. Erősítse a hitbe a fiatalokat. Hitre, a tudásban. És nem különálló módon, hogy egyszer hiszünk, egyszer tudunk, hanem a kettőt összekapcsoltan. Hogy a mélyen hívő ember az lehet nagy tudós is, és fordítva nagy tudós pedig mélyen hívő. Hitre, tudásra, szép életre, tehát mondjuk azt, hogy a esztétika, a művészet és egyáltalán a kultúra és a jóra, az erkölcsiségre, erre adott példát. Úgy gondolom, hogyha egy iskolának ez a célja, ezt tűzi ki maga elé, akkor hát a legnemesebb és legáltalánosabb, egyetemesebb dolgot tűzi ki az oktatás és a nevelés terén. Kalazanci Szent József ott a Szent Pantelon templom mellett halt meg 1648. augusztus 25-én, hát pont akkor, amikor a mi templomunknak van a búcsúja, úgyhogy kevéssé szoktunk itt megemlékezni róla, de a piarista rend akkor tartja, viszont a diákok kedvét az iskola időkben is. És ő még nem élte meg, ugye ilyennek az Isten útja, hogy nem élte meg ezt a teljes rehabilitálást, de halála után mindent helyre hoztak, sőt, hát 100 évre rá boldoggá és szentté avatták őt, 12. Pius pápa pedig az összes katolikus népiskoláknak, iskoláknak a fő pártfogójává tette. Tehát a katolikus egyházban Kalazanci Szent József az iskoláknak, a tanuló ifjúságnak és a tanítóknak a védőszentje. És hát ugye a magyar egyházban Szent Gellért, de az egész világ egyházban Kalazanci Szent József, sokszor szoktam idézni egy mondatát, amit az ifjúságnak mondott, hogy nihil est tempore preciosus, nincs értékesebb az időnél. Ugyanis a fiatal azt gondolja, hogy ó, sok időm van, elverhetem, nem számít. Ugye elszórja az idejét szórakozással, sok mindennel, és mondta, nincs értékesebb. Mert az idő az egy olyan talentum, amit Isten azért ad, hogy kamatoztassuk. Akinek ideje van, a jó útra térhet, a rosszat is helyrehozhatja, és még több értékes dolgot tehet az élete folyamán. Ő egyébként hát a hosszú életében, 91 évében nagyon sok értékes dolgot vitt végbe, éppen azáltal, hogy a rendje általa nagyon sokakat tanított és nevelt. Ahogy említettem, hamar elterjedt Itálián túl is a rendje, sőt az ő szülő hazájában, Spanyolországban is. Visszamentek oda a
spanyol származások Rómában voltak, ilyen kalazanciusok, vagy kalazancius rendjébe tartozó szerzetesek, és ott nagyon sok iskolát alakítottak, úgyhogy az utolsó időkig igen jelentős volt a piaristák iskolája. Ők is sok-sok megrázkódtatáson mentek keresztül, mert ha csak arra gondolok, hogy a spanyol polgárháború idején 272 piaristát öltek meg. 37-38-ban. Szóval itt is kellene revidiálni sok mindent, mert hogy a korábbi történelmi oktatás a spanyol polgárháború dicsőítette, hogy ott aztán milyen nagy dolgok történtek. Nyilván, hogy voltak túlkapások Franco oldaláról is, de hogy a kommunisták mennyi embert kinyírtak, az csak most vált igazán tudottá, hogy ezével végezték ki papokat, tapácákat és hívő embereket. Hát a cigánságnak egyetlen boldoggá avatott embere, a boldog Seferino, az is egy spanyol cigány kupec volt, egy tényleg kupec volt, de megjegyezték róla, hogy rendes ember volt, tehát úgy kupeckedett, hogy azért ő megtartotta a becsületet, amikor lovakat nevelt, és amikor ezek a köztársaság pártiak elővették őt, akkor megvallotta hitét, még annak árán is, hogy agyonlőtték. Na most, ugye a spanyoloknál a piarista rend igen nagy utat járt be, nem különben Magyarországon, meg Közép-Európában. A történelmi Magyarországon először fönn a királyi Magyarországon, majd Erdélyben, de aztán itt az ország középső részén is sokra itt voltak piarista iskolák, gondoljunk Szegedre, gondoljunk Kecskemétre, Budapestre, és így tovább. És lehetne azt mondani, hogy ők egyszerre a egyházi, világegyházi nevelésbe is bekapcsolták a fiatalságot, de ugyanakkor a nemzeti nevelésre is nagyon nagy hangsúlyt tettek. Ha valaki egy nemzetnek a fia, akkor igen, ott helyt kell állnia. Egyébként azért is szüntek itt meg, mert a szabadságharc alatt ők nagyon kivették részüket, és egyfajta megtorlás és büntetés érte őket. Hát csak úgy egy pár híres piaristát felsorolnék, akik hát az ő iskoláikba jártak, magyarok közül. Vörös Marti Mihály. Petőfi is járt, annak ellen evangélikus volt. Adi Endre, református, ő is járt. Üzenet egykori iskolámba, azt a nagykárai piarista iskolának írta. Én ezt a tanáraimtól tudom. A piarista iskolának írta, csak itt is volt egy tévtanítás. Ugye, Katona József Kecskeméten, Madács Imre Vácon, Ányos Pál Veszprémben, Cucor Gergely, Juhász Gyula, Szegeden még piarista kispap is volt, Vajda János, Versegi Ferenc, Virág Benedek, aki aztán később ugye bencés lett, tehát Radnóti Miklós és így tovább. A politikusaink közül Kossuth is járt Sárospatakon, Deák Ferenc is járt, Széchenyi még magántanuló volt a piaristáknál. Úgyhogy amikor a 300 éves évfordulót ünnepeltük Kecskeméten, mert 1714-ben telepítette őket Kohári István, és hát ők ott voltak a városban, és az ünnepséget a városházán is megtartottuk a 300 évet. És hát azt mondtam ott az ünnepi beszédben, ha itt jó körülnézek, mert ott nemzetünk nagyjai vannak fölfestve, mindegyik a piarista iskolába járt. Ugye elámultak, mondom, járt Kossuth is, Deák is, Széchenyi is, de hát a város nagy polgármestere is. Tehát sokan jártak a piarista iskolákba, hát nem különben, a természettudósok közül is Ötvös Lóránt, az inga felfedezétől kezdve sokan mások. Úgyhogy a magyar kultúrának és közművelődésnek, hogy így mondjam, egyik legnagyobb megalapozói voltak a piaristák, mert iskoláikkal
kinevelték egyrészt a szellemi középosztályt, ugyanakkor a papi utánpótlást is, hát gondolok itt a egyházmegyénk papságára, hát a mi osztályunkból 10-en lettünk papok. Én nem akartam pap lenni, nem úgy mentem oda, ott kaptam a papi hivatást. Hol van ma egy ilyen iskola? 10-en lettünk az osztályból papok. Akkor. Tehát amit akkor a piaristák itt tettek a kecskeméti rendházukban, és tényleg oda a szegény gyerekek jártak. Paraszt gyerekek, szegény gyerekek, mert Kalazanci befogadott mindenkit, de azt mondta, hogy nézzétek először a szegény gyerekeket. Egyébként elment Assisi Szent Ferenc sírjához, és hát ott imádkozott, hogy a szegényeken segíteni tudjon, és ezért is, hogy a szegény kegyes iskolák rendje ez, és így jegyzik föl róla, hogy neki megjelent álmában a Szent Ferenc. És biztatta őt, hogy nagyon helyes, de a szegény gyerekekre gondja legyen. Úgyhogy ezért lett aztán ő a népiskoláknak, az egyszerű iskoláknak is a védőszentje. Tehát az Isten egyenesen ír, görbe vonalakon mondhatnánk, viszont azt lehet látni, hogy a sok szenvedés után őt azért, hogy így mondjam, meg diadalra vitte, mert boldoggá, szenté, sőt az összes iskolának a fő védő szentjévé tették. Amikor haldoklott, akkor annak ellenére, hogy ugye őt az inkvizíció előtte ottan meghurcolta, a nép ott várakozott a Szent Pantelon templom mellett, ez ma is megvan, és hát szinte kísérték az agóniáját. És hát feljegyezték róla, hogy úgy halt meg, fölemelte az ujját, kezét, mutatott valamerre, és háromszor mondta, hogy Jézus, Jézus, Jézus. Ezek voltak az utolsó szavai Kalazanci Szent Józsefnek. Halott imaszkot is készítettek róla, és ott abban a szobában, hát amiket ő használati tárgyként használt, azok mind a mai napig megvannak, a pecsétnyomója, meg sok minden más. És akkor érdekességként mondom, mert nagyon magas ember volt, 48-as, 50-es lába lehetett, még a régi rossz cipői mindig ott vannak, úgyhogy a gyerekeknek, amikor piaristáknak szoktam búcsú vagy ilyen alkalmával szólni, mondtam, hogy hát lépjetek Kalazanci nyomába, hát nem is, hogyha olyan nagy lábakkal, de azzal a lelkülettel, amivel hát ő élt, hogy a tudományra, a pietásra és a litterére. És tette a hangsúlyt, amikor Kecskeméten jár valaki, akkor ugye látja a föliraton, a timpanon szerű föliraton, Scholae Piae, az iskolának és a kegyességnek van építve. Lehet látni, fönn a tetőn pedig Kalazanci szobra, hogy két gyereket magához ölel és tanít. Ugye? Azt az épületet a 30-as években építették Kecskeméten, óriási költségek árán, mert a régi rendház és iskola már kicsinek bizonyult, és hát el is vették rögtön a államosítással, úgyhogy mi úgy jártunk bele, hogy egyik felében állami iskola volt, a másik felében tanulhattunk mi. A mi evédlőnk az a pincében, az alaksorban volt, tehát igazán Kalazancius szellemében éltünk, mert mondhatni, hogy az akkori piarista iskola a legszegényekben közé tartozott akkor, hiszen állami támogatásunk egyenlő volt a nullával. Így mondta az egyik tanárunk, hogy a krétára nem elég, mondta akkor, amit az államtól kapunk. Ennek ellenére hűséggel és nagy hivatás tudattal tanítottak, ezért is mondtam azt, hogy őnáluk
a piarista tanároknál elképzelhetetlen lett volna, hogy azt mondják, hogy sztrájkolunk. Alig kaptak fizetést, de elképzelhetetlen lett volna, mert a bennük volt ez a hivatástudat. Volt egyszer egy fiatal ifjúsági hittanosom, pesti piaristáknál járt, egyébként kiváló ember lett belőle, de mint afféle kamasz gyerek, hát szitta a tanárokat. Ő nem volt, ugye Pestén csak gimnázium volt, és akkor mondtam a fiúnak, hogy ide figyelj, neked nincs összehasonlítási alapod. Majd ha kikerülsz az iskolából, megtudod, hogy a leggyengébbek ott toronymagassal lesznek azok közül, akik közt élsz. Hát úgy is volt, elvégezte az iskolát, bevitték katonának, minden. Utána, amikor hazajött egy vagy két napra, akkor az idő felét azt a piaristáknál töltötte. Tehát ment vissza, rájött arra, hogy az ottani szigor az értük volt és nem ellenük, mert meg kell hagyni, hogy szigorú iskola volt a piarista gimnázium, hiszen csak úgy lehetett fegyelmet, rendet tartani, de ugyanakkor, amikor szünet volt, vagy kirándulni voltunk, akkor lehet mondani azt, hogy elegyenlettek köztünk, a tanárok ugyanúgy játszottak, ugyanúgy velünk voltak, mintha, mit tudom én, testvéreink lettek volna, de az iskolában, az órán, ott az első órától az utolsóig ott tanítás volt. Nem volt lébecolás, ott tanítás volt. És ezt el kell mondani, hogy ilyen kellene, hát sajnos ugye sok iskolát átvettek, kevéssé tudták már megtölteni saját rendtagjaikkal, de reméljük, hogy a náluk tanult ifjúság valamit át tud menteni Kalazansziusnak a szelleméből, aki hitre, tudásra, szép életre tanította az ifjúságot, és példát is adott ehhez. Dicsértessék a Jézus Krisztus!